Szeretettel köszöntök mindenkit, és elnézést kérek a késésért, és köszönöm Istvánnak az áthidaló bevezetést. Ha az a kérdés, hogy kicsit magamról is meséljek, akkor igen, tehát van egy olyan élettempóm, ami kicsit gyors. Sokat lassultam, mert három gyerekünk van, és egy pici kis faluba érkeztem Nágocsról, ahol ez egy 600 fős település. Azért költöztünk oda, mert ott szenvedélybetegekkel dolgozunk egy intézmény keretében, ahol sok olyan emberrel találkozunk, aki szintén egy kiégett állapotból indulva választ rossz megküzdési stratégiákat, például az alkoholfogyasztást, vagy egyéb szenvedélyszereket, és az én életemben is a hátteremben elég meghatározó az, hogy hogyan élték az emberek az életüket. A kiégés az összekapcsolatot többfajta függőséggel, nem tudom ki mit gondol, melyik függőség lehet az, ami a kiégéssel leginkább összekapcsolható. Van-e? Így van, na hát látom, itt vannak. Lehet, hogy saját élményűek is, vagy legalábbis elméletben velem együtt gondolkodok. Igen, tehát a munkamánia, a munkához való viszony, az összefügghet a kiégéssel, de amit hangsúlyozni szeretnék, hogy nem csak a munka okozhat kiégést. Nem tudom, magamról meséljek-e még valamit, vagy átérhetek a témára. Mi ráérünk. Akkor úgy teszem fel a kérdést, hogy egy picit kifelé is, meg befelé is tudjunk figyelni, hogy ki az, aki a saját életére nézve úgy látja, hogy volt már ilyen periódusa, vagy esetleg érez most kiégés jellegű tüneteket magán. Persze ezt majd tudnunk kell, hogy mi az a kiégés konkrétan. De ki az, aki azt gondolja, hogy igen, én voltam már, vagy akár vagyok kiégve? Hát ez egy olyan 30%, 30-40%. Jó, nem az a cél, hogy a végén mindenki azt mondja, hogy igen, akkor mindannyian ebbe a kalapba tartozunk, de az mégis fontos, hogy lássuk a kiégésnek a tipikus tünetegyüttesét, és hogy hogyan kerülhetünk esetleg mi is hasonló helyzetbe akkor, hogyha nem vigyázunk. Ugye a fő témánk az életfejlesztés, hogyha jól tudom, és mivel fejleszthető és minőségileg erősíthető az, hogy hogyan is éljük az életünket, szerintem fontos kérdés, hogy tisztán lássuk, hogy mi az, ami kiégés, és mi az, ami nem. És akkor meg is ittem az előadásomat. Gábort már látom, én is itt vagyok. Szóval, kiégés vagy más néven burnout szindróma, és odaírtam alcímként, hogy milyen területen sokaltam be, és hogyan lehet ebből az állapotból gyógyulni, vagy változni, hogyha valaki a kiégésben magára ismer esetleg. Defináljuk a fogalmat is. A teljes neve egyébként a kiégésnek ez a Burnout Stress Syndrome, vagy kiégés stress szindróma, és Freudenberg volt az első olyan ember, aki egyébként magán figyelte meg a tüneteket, és aztán egy definíciót is hozott erre a kiégés problémájára. Azt mondja, hogy a szindróma, mint a kiégés stress szindróma egy súlyos érzelmi megterhelések, stresszek nyomán felépő, és itt jön a lényeg, fizikai, érzelmi, pszichés kimerülés. Tehát a kimerülés az fizikai állapotban is, az érzelmi állapotunkban, a pszichés státuszunkban is megjelenik. És mivel jár? A reménytelenség, az alkalmatlanság érzésével, célok és ideálok elvesztésével, és amelyet a saját személyre, munkára, illetve másokra vonatkozó negatív attitűdök jellemeznek. Tehát azt mondom, hogy valaki kiégett állapotban van, akkor fizikailag, érzelmileg és pszichésen is kimerül, és megjelenik az életében az, hogy egyfajta apátia érzése is ott van. Tehát, hogy a korábban hát örömteli vagy lelkesítő célok is kiüresednek, jön egy alkalmatlanság érzés, jön egy reményvesztettség, és van egy másokhoz való hozzáállásban megjelenő változás. És persze föl lehet tenni a kérdés, hogy ez mennyiben hasonlít a depresszióra, és ha valakiben felmerült ez a kérdés, akkor nem véletlenül merült fel a kérdés, mert a depresszió előszobája lehet a kiégés. Nagyon sok depresszióval küzdő ember a depressziót megelőzően élt át kiégési tünetegyüttest. És ami érdekes, itt most megint nyilván azoknak lehet érdekes, az akik angolul is beszélnek, nem azt olvassuk, hogy burned out, hanem burn out. Ez egy folyamat. És a folyamatnak pont az a lényege, hogy haladok valami felé, a kiégés felé haladok, és nem teljesen kiégett az ember, hanem a kiégés felé halad. És ha észreveszünk magunkon a tüneteket, akkor jó állapotban vagyunk még, mert akkor lehet változtatni. Tehát
ki is pirosítottam, ugye nem az a baj, ha valaki ég valamiért. Tehát szoktuk mondani, hogy szenvedéllyel él, vagy nagyon lelkesíti az, amit csinál. Csak vigyázni kell, mert ugye ebből is lehet akár kiégés. És hogyha most nézzük ugye magát a fizikai folyamatot, hogy az égésnek az előfeltétele az az éghető erőforrás, ami életben tartja a tüzet. Mi van akkor, ha már nincsen, vagy túl sok? Ez mind érdekes kérdés lehet. És itt jön az angolban a kép, amit már előttem, a csikorgó kerekekről, vagy gumiszagról. Tehát összefügg nagyon sokszor az élettempónkkal is a kiégés. Tudok-e lassítani, halkítani, lazítani? Ki az, akinek ez nehezen megy? Mondom még egyszer ezt a három fogalmat. Lassítani, halkítani, lazítani. Ki az, akinek nehezebben megy? És ki az, aki szükségét érzi annak, hogy tudjon? Éle meg valaki a jelenlévők közül bűntudatot vagy frusztrációt akkor, amikor nem pörög vagy nem csinál valamit? Hát akkor üdv a klubban, akkor van miről beszélgetnünk, mert én azt gondolom, és tudatosan, ha megfigyelték, lassítottam a beszédtempomon is, ezzel is próbálom azt aláhúzni, erősíteni, hogy mennyire fontos az, hogy tudja körülni a csendnek. Nem tudom, ki az, aki mondjuk otthon kifejezetten igényli azt, hogy ne szóljon semmi. Vagy ki az, aki azt igényli, hogy mindig szóljon valami. Mert szerintem nagyon fontos az, hogy tudjunk egyszerűen csak csendben lenni. Én például szeretek futni, és megfigyeltem a futókat, akik mindig valamit hallgatnak közben. És nem az a baj, ha hallgatok valamit közben, csak én rájöttem arra, hogy ha nem hallgatok, ha nem pörget valami a háttérben, akkor tudok befelé figyelni. És ez nagyon fontos. És egy olyan világban élünk, ahol az élettempó is sokkal gyorsabb. Nem tudom, ezt kifigyelte meg. Tehát sokkal gyorsabb az élettempó. Sokkal több helyre eljutunk, sokkal több mindent tudunk csinálni, sokkal több impulzus ér bennünket, és sokkal nehezebb befelé figyelni, lassítani, halkítani, lazítani. Kik lehetnek különösen veszélyben? Tehát ki az a típus vagy foglalkozás, aki vagy akik gyorsabban tudnak kiégni? Hát nem tudom, hogy látható-e, akik a munkájuk jellegénél fogva másokkal foglalkoznak, azok nagyobb veszélyben vannak. A segítői szakmában dolgozók. Kik lehetnek ezek? Lelkészek, egészségügyi területen dolgozók, a pedagógusok, a szociális munkások, az orvosok, mentális területen dolgozó szakemberek. Tehát akik másokkal foglalkoznak, azok könnyebben tudnak kiégni. De egyébként ez lehet egy életciklus is, nem? Ki az, aki például a jelenben él szendvics generáció? Mi az a szendvics generáció? Ki tudja? A szendvics generáció az, amikor a gyermekeimről még kell gondoskodnom, a szüleimről pedig már kell gondoskodnom, középen vagyok, és nincs időm lassítani, nincs időm halkítani, lazítani, mert valamelyik oldalról mindig van feladat. Könnyebb egy ilyen helyzetben kiégni, de ez mondjuk csak egy életciklus. Ez egy megküzdhető helyzet. De ha valaki a munkájánál, vagy a munkája jellegénél fogva folyamatosan másokra fókuszál, és esetleg problémás embereket lát nap, mint nap, és nem tud egy egészséges távolságot tartani a segített és önmaga között, az is egy komoly veszélyforrás lehet. Tehát itt látható, hogy ez melyik csapat. De lehet akár egy rendőr, egy ügyfélszolgálati dolgozó, egy üzletkötő is, egy kiégés felé haladó személy, vagy olyan területeken dolgozók, ahol vagy nincs eredmény, vagy nagyon kicsi az eredmény, és dolgozom, végzem a munkámat, de mi nincsen? Nincs igazi sikerélmény, vagy nem jön az, hogy van egy értékesség tudatom, hogy amit csinálok, amit végzek, ami a produktum, az másoknak is jó, meg nekem is, annak van valami haszna, van valami társadalmilag is látható eredménye. Ideértem azt, hogy öreg otthonban dolgozók,
ott van mellett egy 50-fős öreg otthon. Egy öreg otthonban a legtöbb sikerében mi lehet az, amit elér valaki egy idős emberrel? Az életminőségét javítja az élete utolsó hónapjaiban, éveiben. Nem egy túl nagy sikerélmény, nem? Bár lehet sikerélmény ez is, csak az a kérdés, hogy én hogyan állok hozzá. Hogyan segítek valakit az élete utolsó életszakaszában, az összeglés, a lezárás és a halál tényének elfogadása felé. De ki lehet égni? Hajítom el ellátásba? Nagyon gyorsan. Nincsen sikerélmény. Csupa kudarc. Anya otthonban dolgozók, sérült anyák, sérült családok, hospice osztályok dolgozói, alacsony küszöbű szenvedélybeteg ellátásban résztvevők. Mondhatnék még sok-sok területet, ahol könnyebb és gyorsabb a kiégés. De hoztam egyéb példákat is. Kiéghet-e mondjuk egy irodai munkás, aki tologatja az aktákat reggeltől estig, mindig van egyel több akta, mint amit el tud végezni, legyen ez a hivatali dolgozó. Aztán egy otthon küzdő édesanyja kiéghet-e? Ugyanaz a Berkeley nap, mint nap. A feleségemmel látom sokszor, ő most 47-48 éves, és az elmúlt 10 évet otthon töltötte a három gyermekkel, most 2 éve visszament tanítani, és azt éri meg, és nem tudom, hogy ki tud ezzel azonosulni, hogy soha nem tud úgy leülni, hogy na most valamit megcsináltam, és az kész van, és tudok egy szusszanni, és valami más felé nézni. Vagy a háztartás, van egy beteg kislányunk is, aki cöliákiás, vagy az, hogy külön kell főzni, sütni, vagy az, hogy dolgozatokat kell javítani. És feltette a kérdés most legutóbb nekem, hogy Gábor, mikor jövök én? Nem tudom, van-e valakinek egy hasonló érzése, hogy jó, oké, tehát ezt is teszem, meg azt is, meg vannak a feladatok, meg a kihívások, és minden nap beleállok és teszem, de mikor értem meg azt, hogy na most ez az én időm, és most azt csinálok, amit én szeretnék. Ezt csak azért mondom, mert nagyon sokszor és sokan szokták főleg ebben a magyar rendszerben az édesanyákat háttérbe tenni. Ez a nagyon kimerítő, nagyon szép, de nagyon kimerítő feladat. Kiéghet-e egy főiskolás vagy egyetemista? Bizonyám. Főleg azokat a területeket gondolom veszélyesnek, de nem csak én, a szakma is, ahol folyamatosan nagyon nagy mennyiségű anyagot kell tudni bevinni. Tehát mondjuk egy egészségügyi képzésben, egy orvos képzésben lévő fiatal 5-6 év alatt teljesen idegrendszerileg ki tud merülni, fizikálisan és lelkileg is. Nem egyet, nem kettőt láttam a fiatalok közül. De mondjuk egy jogi pálya is lehet elég kemény. Vagy tegyük fel, hogy nem olyan kemény a pálya, de valaki egy olyan idegrendszeri, lelki instabilitással ugrik bele egy ilyen feladatban, ahol nem tudja a magasabb stresszt jól hordozni. És szépen lassan ebben elfogy. Van olyan jelenlévő közül, aki szorongósabb alkatnak gondolja magát? Tehát a feladatokban előbb megjelenik a szorongás vagy a feszültség? Lehet, hogy ami másnak nem olyan nagy probléma, az nekem egy intenzívebb kihívást jelent. Ilyen értelemben veszélyben lehetek, mert lehet, hogy más azt mondja, hogy de hát ennyit én is elbírok. Lehet. Csak hogy te máshogy tudod megküzdeni azt, ami nekem sokkal nehezebb. Egy mentőtiszt. Beszélgettem nemrég egy mentőorvossal, és arról beszélgettünk, hogy a mentőállomáson, ahol dolgozik, mennyi segítséget kapnak ők arra, hogy feldolgozzák azt a sok-sok traumát, a halál közeli élményeket, amikkel nap mint nap találkoznak. És azt mondta, hogy semmit. Úgy dolgozzák föl, hogy rengeteget viccelődnek, meg húzzák egymást, de a látszólagos vidámság, a látszólagos felszabadultság mögött iszonyat sok stressz és trauma van. Amit nem tud valaki feldolgozni, elfojtja, de az belül tovább dolgozik. És megint egy lelki alkat, nem csak szorongos lehet valaki, hanem elfojtós. És ha elfojtom, az engem ért impulzusokat, tartalmakat, frusztrációkat, feszültségeket, akkor is hamarabb vagyok kitéve a kiégésnek a veszélyének. Az ápolók, de most mondhatnám a pedagógusokat, a jelen helyzetben. Feleségem is pedagógus. Van itt pedagógus? No. Ó, vagyunk egy páran. Én is az vagyok, vagy voltam. Nem azért hagytam el a pályát, mert kiégtem, hanem azért, mert jobb segítői területet találtam, ahol gyorsabban ki lehet égni ez a lelkészi pálya, meg a szenvedélybeteg segítés. Nem véletlenül lettem egyébként segítő, ezt is látom már utólag, hogy
ez lehet egy sérült dinamikának is a következménye. Na, illusztráció következik. Nem tudom, kinek ismerős ez a zöld ogre. Öten is vannak, igen, ez a Shrek. És ha valaki látta, az nem is tudom, talán a harmadik rész, ahol úgy kezdődik, hogy Shrek együtt van a családjával, örül a három porontjának, a feleségének, és látunk egy tipikus napot, ami egy nagyon örömteli és vidám nap, aztán ugyanaz a nap megismétlődik még egyszer, és még egyszer, és még egyszer, és amikor már 26-szor történik ugyanaz, akkor majd visszavágyódna ez a zöld okra a régi világába, a mocsarába, ahol szabadon bugyoghat a kis saját természetes jacuzziába, és senki nem zavarja, és nem kell alkalmazkodni másokhoz. Tehát be tud darálni az, ami esetleg örömforrás elsőre, ha 20-szor élmet, vagy 50-szer, akkor lehet, hogy már frusztráció forrássá válik. És kérdés, hogy hogyan kezelem az életemben a monotonitást, vagy a hasonló helyzeteket. Ha ugyanazzal az eszköztárral megyek bele, ugyanabba a rendszerbe, akkor lehet, hogy ami először még esetleg könnyedén működik, az mondjuk egy-két évben belül, az egy fontos és erőteljes kiégést is kialakíthat az életünkben. Na itt van egy burnout görbe. Az egyik oldalon láthatjuk a munka megelégedettségi szintet, a másik oldalon pedig az üresség vagy érzéktelenség érzését. Mi az, ami erősítheti a kiégést a hétköznapokban? Ha olyan munkakörnyezetben élek, ahol túl sok az elvárásom, illetve az elvárás felém, de fölmerül a kérdés, hogy lehet-e megint csak egy lelki akadt probléma az, hogy én várok túl sokat magamtól. Előfordul az valamelyik őkkel, vagy valamelyik önkkel, hogy amit én teszek, azt mondom, hogy jó, de ez még mindig nem az, amit én ideálisnak gondolok. Megcsináltam valamit valahogy, de ezt lehetne még jobban is. És amikor túl erősek a magam felé megélt elvárásaim, és nem tudok sikerélményként megélni valamit, mert ez lehetne jobb is, akkor nem csak mások elvárásai okozhatnak feszültséget, hanem a saját elvárásaim is önmagam felé. Ugye, ahogy mondtam, hogyha a munka erős és kemény, de nincsen igazi elismerési jutalmazás. Hogyha több előfeszítést teszek, de kevés az eredmény. Hogyha nem látom, hogy mikor lesz vége valaminek, benne vagyok egy kihívásba, egy nehézségbe, és könnyebb akkor összeolítani a fogamat, hogyha látom, hogy hol a vége. Gyerekeinkkel van egy játék, családosoknak ajánlom kipróbálásra. A játék az szokott lenni, amikor megyünk egy hosszabb úton, most épp elmentünk a tengerparton nemrég, és Horvátország felé van több alagút. És az a játékunk, hogy az a nyertes, aki vissza tudja tartani a levegőt egy teljes alagútnyi hossz alatt. Nyilván másként tudom én 40x évesen, mint a kislányom 7 évesen, de amikor látjuk, hogy ez az alagút mondjuk ki van érve az alagút elején mondjuk 500 méter, azt mondja, mindenki bírja. De azon kívül, hogy 2 kilométer, hát az már nehezebb. De ha tudom, hogy már csak 200 méter van vissza körülbelül, akkor is visszatartom a levegőmet, és tartom magam, még ha már szétfeszülök teljesen, mert látom, hogy hol a vége. De mi van akkor, hogyha nem látom valaminek a végét, és benne maradok egy feszültségbe? Na, az gyorsabban szét tud szedni. Az is kiégésedezhet, hogyha egy olyan környezetben élek, ahol túl sok a feszültség, és a felgyűlemlet harag bennem mások felé. Tehát ha van olyan neheztelés, van olyan frusztráció, amiben benne élek, nem tudok kilépni belőle, és nem tudom esetleg feldolgozni, akkor ez a folyamatosan megélt negatív érzelmi impulzus, ez is kiégéshez vezethet. Kimerülhetek mentálisan, pszichikailag. A cinizmus, nem tudom, ki gondolkodott ezen, hogy a cinizmus megjelenése is lehet a kiégés egy tipikus tünete. Lehet, hogy korábban nem volt rám jellemző, de a jelenben, mit tudom én, keserű vagyok, vagy több a szarkasztikus megjegyzés a működésemben, jobban neheztelek másokra, amit megpróbálok egy ilyen cinikus köntösbe csomagolni, és előbb-utóbb megjelenhet a kétségbeesés és a reménytelenség érzése, vagy akár az az érzés, hogy úgysem lesz jobb. Tehát megjelenik a közöny, megjelenik a közömbösség. És ez odáig jött egy összeomlás. Tehát ez a szomorú burnout görbe. Ha valaki esetleg ebből a körülbelül 9-10 konkrétumból többen magára ismer, akkor érdemes megállni egy picikét. Na és egy fontos dia következik. Mi a különbség a között, hogy
stresszes vagyok, vagy a kiégés felé haladok erősen. Mert a stressz meg a kiégés nem ugyanaz. A stressz egy olyan része az életünknek, ami nap mint nap elkísér. Szokták mondani, hogy a stresszmentes állapot olyan nincsen, az a halál. Tehát a stressz az jelen van, az elkísér minket. És nem mindegy, hogy a stressz vagy a kiégés az, ami bennünket esetleg feszültségben tart. Azt mondom, hogy mondjuk stresszes vagyok, ha jön egy helyzet, ami mondjuk interzézemi reakciót vált ki belőlem, tehát most mondom a saját helyzetemet például, mert fölébredek 4 órakor, hogy 3 óra el akartam indulni, és csak lepihentem 5 perc, és 1 óra lett belőle, az stressz, ugye? Jön egy intenzív érzelmi reakció, és ugye az ilyenkor felpörgeti az embert, és jön egy intenzív feszültség, intenzív frusztráció, ilyenkor megjelennek a magasabb, mélyebb indulatok és érzelmek. A kiégés az egy tompult érzelmi reakció. Érthető a különbség? Nem mindez, hogy intenzív érzéseim vannak, vagy már eltompult érzéseim vannak. A stressz mit csinál, ahogy mondtam a saját példámat, azonnali cselekvésre késztet. Van egy helyzet, lépni kell, menni kell, gyerünk, csináljuk. A kiégés reménytelenség és gyámoltalanság. Nincs kihez nyúlnom, nincs kinek a kezét megragadni, nem lesz változás, nem tudom, mit csinálok. A stresszben, ha benne maradok, akkor az energiaszintem csökkenni fog. De még lesz valami energiám, hisz a stressz az mozgásban tart. A kiégésben nem csak az energiaszintem csökken, hanem motivációm és a reményem is. A stressz, hogy a tartósan jelen van, szorongásokat okoz, feszültséget. Ahogy én szorongva jövök az úton, előttem 3 autó, meg kéne őket előzni, vissza a harmadikban, nagy gáz, gyerünk előre, még egy autó, nem igaz, és akkor ezek a szorongások jelen vannak és elkísérnek, amíg meg nem érkezem. Megérkeztem, kiment ez a stressz, lement a feszültség, tudok nyugodtan beszélni hazafelé, kényelmesen fogok vezetni. Nem kell rohannom, és örülni fogok, hogy a sebességhatár alatt mehetek. A kiégésben viszont jön egy elmagányosodás érzés. Nem az van, hogy szorongok és de megyek tovább, hanem elmagányosodom, és ebben a magányban megjelenik a következő probléma, a depresszió. A stressz, ha tartósabban jelen van, de még nem kiégésről beszélünk, akkor van egy pszichikai sérülés. A kiégésben egy érzelmi. A stressz, ha tartósabban jelen van, idő előtt megölhet, a kiégés viszont az élet értelmetlenségének az érzetét adja. Látható a különbség, ugye? Na ki az, aki stresszes? Ki az, aki kiégett? Örülök. Na, akkor aki a stresszesnél feltette a kezét, az azért érdemes, hogy vigyázzon, mert emlékeztek még, hogy mit mondtam, mi a kiégésnek a teljes neve? Kiégés stressz szindróma. Tehát a stresszesből lesz a kiégetből lesz a depressziós, a depressziósból lesz az idő előtt távozó ember. Tehát egy folyamatról beszélünk, és a folyamatban mindig jó, hogyha el tudjuk magunkat helyezni valahol. Ha valaki nem stresszes, akkor majd lesz. Ahogy mondtam, a stressz az élet velejárója, és kérdés, hogy hogyan kezelem ezt a stresszt. Na, kiégés jelei. Ezt gyorsan átpörgetem, mert nem akarok túl sokat beszélni a jelekről magukról. Ezt csak azért gondoltam, hogy egy pár diakockában mégis végigpörgetjük, mert itt konkrét jeleket lehet észrevenni. Tehát a kiégéssel úgy foglalkozok a szakemberek, azt mondják, hogy 3 terület van. A munkavégzésben megjelenő jelek, az életmódban megjelenő jelek, és a személyiségben megjelenő egyértelmű jelek. Kezdjük a munkavégzéssel. Ezeknek egy részéről már beszéltem is. Ugye annak az érzete, hogy nincs semmilyen kontroll a saját munkavégzésem fölött, kontrollvesztett vagyok, akár azért, mert én nem tudok kontrollt tartani, akár azért, mert mások nem tartanak kontrollt. Nincs elismerés, nincs megerősítés, a munkahelyi elvárásaim vagy tisztázatlanok, vagy túlzóak. Figyelem, ez azért érdekes, mert úgy is ki lehet égni, hogyha nincsen egy konkrét olyan elvárásrendszer, amiben én el tudom magam helyezni. Otthon vagyok home office-ba, el tudom végezni azt 2 óra alatt is, amit mások 8-ban, és azt hiszem, hogy úgy szétfolyok. Ülök a képernyő előtt, és az okoz stresszt, hogy rengeteg impulzus jön, és nem tudom a munkámat rendesen végezni, mert megnézek egy ilyen filmet, egy olyan impulzust, egy amolyat, és így szétfolyik az életem. Vagy tisztázatlanak a keretek, vagy túlzóak a keretek.
monoton szalagmunkát végzek. Akár lelki, akár valós értelemben. Ugyanazt a diódát kell odaforrasztanom, ugyanazt a mozdulatot kell elvégeznem, és ha monoton a munka, nincsenek kihívások, az is okozhat kiégést. Tehát szükséges az, hogy legyen az életben valamennyi stressz. Pozitív stressznek hívják, EU stressznek. Ami az élet sava borsa, mondta Sályi János stresszkutatónk. Ugye, ha magas nyomású vagy szervezetlen környezet, ez is kiégést vezethet. Na nézzük a személyiséget, ez egy érdekesebb téma. Ugye beszéltem már arról, hogy lehet valaki szorongós vagy elfolytó típus, vagy az, aki mindig pörgeti magát. De itt van ez a perfekcionista típus. Amit csinálok, az sosem elég jó. Mindig lehetne jobb. És mivel mindig lehetne jobb, ezért itt két lehetőség merül fel. Bele se fogok, mert nem tudom úgy megcsinálni, ahogy szeretném, vagy megcsinálom, de ott van az a kudarc érzés, hogy ez még mindig nem elég jó. Ez még mindig nem elég. És ha sosem elég jó, az gyógyítható pusztán azzal, hogyha kihúzunk egy szót ebből a háromból. Sosem elég jó. Melyiket kell kihúzni ahhoz, hogy jobb legyen? Sosem. Ugye? Azt mondom, hogy elég jó. Lehet, hogy ez még nem tökéletes, de ez mára elég jó lesz. Ennyit tudtam megtenni ma, és megpróbálok örülni ennek. Szokták mondani, hogy ugye vannak olyan, most nem személyiség típusról beszélek, hanem nemzet típusokról. Például az amerikai az milyen típusú nemzet? Nyugis, de benne van ez a go happy lucky. Ez a high five, és a nagy mosolygás, és öröm, és ügyes vagy, és jól meg tudod csinálni. Érdemes megnézni egy mondjuk amerikai tehetségkutatót. AGT, Americans Got Talent. És ha megnézzük egy tehetségkutatót, a közönség hogyan reagál arra, aki kiáll a színpadra. Épp, hogy csak megszólal, már kiabálnak és örülnek neki. Na milyen a magyar mentalitás? Ugye? Megdöglött a tehenem, akkor a szomszéd is dögöljön már meg. Nem? Tehát ez a fajta mentalitás, hogy... És ez is olyan szomorú, amikor látszik az, hogy meghatározhat bennünket a környezetünknek a hozzáállása is. Sosem elég jó, sosem igazán örömteli az, amiben élek. Mindig lehet keseregni. Miközben lehet, hogy csak össze kell vetni magamat másokkal. Ugye van ez a mondás, hogy panaszkodtam, hogy nincsen cipőm, míg megláttam valakit, akinek lába sem volt. Tehát, hogy merre fókuszálok, és hogy mi az, amiért kesergek. Borulátás összefügg ugye az egyik a másikkal. Magammal, vagy az engem körülvevő világgal szemben. Annak az igény, hogy valaki irányítson. Az elégtelen személyiség rajzal rendelkező emberek gyakran működnek úgy, hogy nem érzem magamat jól a bőrömben, nem tudom, hogy merre tartsak az életben, és mindig keresik azt, hogy kihez, miért nem tudják magukat elhelyezni. Ez is egy olyan folyamatos feszültséget tart fenn, amiben ha nincs egy egészséges saját irányom, saját döntésem, saját jövőképem, akkor mindig ott van a várakozás, a figyelem, meg a szorongás, hogy kihez képest tudom magamat elhelyezni. Ez is problémát jelenthet. Másik oldalról, amikor azt mondom, hogy én tudom a legjobban, és ha jól tudom csinálni, miért adjam ki másnak, aki nem fogja annyira jól tudni csinálni. És ez megjelent akár egy szülő esetében is, hogy a gyermeket próbálom valahogy gondozni, erősíteni, építeni, de mégsem merem elengedni azt, hogy esetleg ő hibázzon. Akár azért, mert szorongok, hogy akkor mi lesz vele, hogy fog boldogulni, akár azért, mert képtelen vagyok elengedni azt, amit én fontosnak gondolok. Mondják azt, hogy van az altípusú személyiség, aki könnyebben eshet a kiégés áldozatául, aki állandó időhiányban van, a türelmetlenség is jellemző rá, ott van ez az agresszió vagy barátságtalanság, ami megjelenhet a hétköznapokban gyakran, és akkor rátérek az életmódra. Amikor valaki túl sok munkát végez, ugye összefügg a munkával az életmód, kikapcsolódás és társas kapcsolatok ápolása nélkül. Úgy is feltettem a kérdést, magunkhoz tegyük fel, hogy mi az, ami nekem olyan tevékenység, ami nem a munkáról szól, nem a háztartásról szól, és engem feltölt.
És utoljára mikor volt erre idő? Leülni, elolvasni egy jó könyvet. Csak mondtam valamit. A feleségem régóta vágyik arra, hogy varhasson. Van egy jó varrógépe. Kilakítottam már neki a sarkot, de nem jut levarni. Vagy kimenni a természetbe. Vagy egyszerűen csak alkotni valamit. Rajzolni, barkácsolni. Tehát kikapcsolódás, de értsük jól a kikapcsolódást. Én inkább azt mondanám, hogy feltöltődés. A kikapcsolódást azért nem szeretem, mint kifejezést, mert nem kikapcsolni van szükségünk az életben, hanem inkább feltöltődni. Pláne, hogyha le vagyunk merülve. Tehát mi az, ami tölt? És van-e olyan tevékenység, ami engem tölteni tud? A társas kapcsolatok ápolása. Van-e időm azokra az emberekre, akik nekem fontosak? Barátságokra gondolok. Olyan emberi kapcsolatokra gondolok, ahol megélem a melegséget, az elfogadást, vagy a befogadottság érzést. Életmód lehet az is, összefügg ez is a munkával, hogy azt várják el tőlem, hogy túl sok ember számára végezzek túl sok feladatot. És itt is nehezebb nemet mondani, határokat kijelölni. A segítői szakma ezért lehet veszélyes, mert ha gyárban dolgozom, ott van egy, ha úgy tetszik, munkarend. Nem bemegyek mondjuk 6-ra, és 2-kor leteszem a lantot. De valaki segítő, akkor magával viheti a gondokat, bajokat, problémákat. Előfordulhat-e az, hogy túl sokat vállal, és a túl sok vállalás az elmegy vele az otthoni közegében. Én például szenvedélybetegekkel dolgozom, és van egy olyan probléma, hogy jó, hogy közel vagyok az intézményhez, meg rossz is. Hogyha beülök a kocsiba, akkor otthon vagyok 2 perc alatt. Ha biciklivel megyek, akkor 4. Ha gyalog, akkor 8-9 perc. Rövid idő. Nehéz néha váltanom a munkahelyem, meg az otthoni életem között. És magamon érzem, amikor feszültség van még bennem, nem tudtam elengedni, nem tudtam magamból kidolgozni, és viszem magammal haza. Kárat fogják látni azok, akik közel állnak hozzám, meg én is. Tehát fontos, hogy tudjak egy egészséges határt tartani. Ehhez kell egy önismeret, egy életbölcsesség. Ha nem kérek segítséget, vagy csak minimális segítséget kérek, és túl sokat vállalok, az is. Alvás minőség. Kérdés egy jelenlévő köz, ki az, aki megaludja a 7,5-8 órát minden nap? Kezeket fel. Gratulálok. De hát ez most csak olyan 20% volt. Ki az, aki 6 óránál kevesebbet alszik? Jó, mondják azt, hogy egy bizonyos életkor fölött az embernek már kevesebb is elég, de azért 6 óránál kevesebb, az kevés. A 6 óránál kevesebb alvást tartósan egy nagyon komoly idegrendszeri, érzelmi kihívást jelenthet. Meghitt és támogató kapcsolatok hiánya. Van-e legalább 3-4 olyan kapcsolat az életemben, ami számomra meghitt és támogató kapcsolatnak minősül? Legalább 3-4. Szükségünk van ezekre a támogató és meghitt kapcsolatokra. Na, következmények. Vannak érzelmi következmények. Érzelmi hangulat, ugye depresszió irányába megy. Gyorsan hullámzó érzelmek, sírhatnék, érzelmi zaklatottság, feszültség, szorongás, ahogy mondtam, a cinizmus megjelenés, a humorérzék elvesztése. Vannak kognitív következmények, tehát a gondolkodásomra ható következmények, ahogy látom magamat, a környezetemet, kudarcérzet, reménytelenség, erőtelenség, az önbecsülésnek a csökkenő szintje, a bűntudat, csökkent koncentrációs képességek, és vannak fizikai következmények. Fejfájás, émelygés hányinger, szédülés, izomfájdalom, az alvás zavarai, gyomor problémák, fekélyesedés, krónikus fáradtság szindróma, és nyilván az immunrendszer gyengülésével a betegségekre való nagyobb hajlandóság. És vannak viselkedésbeli következmények is. Ezt fontosnak tartom, és kicsit itt lassítok. Tehát amikor valaki kiégés felé halad, ugye ez megelőzi például a túlpörgést, de megelőzheti az is, vagy következménye lehet az is, hogy mivel a kiégés felé haladok, több a feszültség, a frusztráció, vagy a reményvesztettség az életemben, megjelenik az, hogy keresek valamilyen pótszert.
Többet dohányzom. Több stimuláns, vagy akár depresszánszert, például alkoholt használok. Feladom a korábbi feltöltött tevékenységeimet, jön egyfajta felborulás, és nehezebben tudom magamat visszarendezni, de megjelenhet az is, hogy amit korábban lelkesedve csináltam, és be tudtam tenni több energiát, azt már csak félgőzzel kezelem, vagy félváról veszem. Megteszem, de nem vagyok már benne, mert csak a testem van ott. És a motiváció. Az egyik legfontosabb. Kell, hogy motiváljon valami az életben bennünket. Ha nincs motiváció, ha nincs cél, ha nincs sikerélmény, akkor jön a rezignált, lemondó attitűd, a kiábrándultság, az unalom és a közöny, a közömbösség. Az egyik legveszélyesebb érzés. És akkor röviden a munkamániáról. Ugye volt arról szó, hogy a munkához való viszonyunk, és itt volt egy csomó olyan tünet, ami szintén a munkához kapcsolható, egyértelműen látható kapcsolatokat mutat. Ha a munkát nézzük, és ez azért lehet egy érdekes ugye önteszt, mert mindig van valami munka, amit végezhetünk, nem? Egy nyugdíjas is dolgozik, nem? A maga? A nyugdíjas semmit nem dolgozik. Szóval mit mond a szakember? Amikor valaki egy anyagot, cselekvést vagy folyamatot arra használ, hogy elkerülje a fájdalmát, megbirkózzon vele vagy csillapítsa, akkor az drogként használja. Amikor olyan mértékben él vele, hogy más fontos dolgok halasztódnak, vagy emberek szenvednek, ám ő ezek ellenére is folytatja, akkor a magatartása függő jegyeket mutat. Tehát lehet-e a munkával is menekülni? Ugye egyértelműen igen, a szakember válasza. Tehát lehet a munkával is, hogy ahogy olvastuk, elkerülni fájdalmat, megbirkózni egy fájdalommal, de úgy, hogy csillapítom, vagy drogként használom az adott viselkedésformát. És itt lehet látni azt, hogy hány és hányfajta munkamániás van. Amikor azt mondja valaki, hogy munkamánia, akkor a legtöbben erre gondolnak itt, a professzionalista megszállott munkamániásra. De nem csak az a munkamániás, aki étnappal átéve dolgozik, és mindig magas hatásfokon és profin elvégzi a dolgát. Itt lehet látni, hogy hány és hányfajta iskola, vagy egyesület, vagy szakember beszél legalább 4-5 fajta munkamániás típusról. És a teljesen igénye nélkül szeretnék megmutatni egy párat, mert szerintem ez nagyon izgalmas téma. Bírják még figyelemmel? Hogyne. Köszönöm. Tehát például Oates volt az, aki először megfigyelte a munkamániát. Ő is egy segítő szakember volt, egy mentálhigiénés lelki gondozó, és magán vette észre a munkamániának a jegyeit. Ő beszélt a professzionalista munkamániásról, aki az, amit a legtöbb ember gondol a munkamániáról. Tehát ő az, aki másokkal szemben folyamatosan kritizáló, nem toleráns, hogyha valaki nem jól végzi a munkáját, ő az, akit nem szeretnek, de nem tudnak megállni nélküle, mert annyira jól csinálja a dolgát. Ha bármilyen nehézség van, akkor rátestálják ezeket a feladatokat, és ő megcsinálja. Őt lehet terhelni, de túlvállalja magát, és sokszor azonul a szervezettel, feloldódik a személyisége az adott közegben, a saját identitása az kvázi nincsen, mert ha megkérdezik, hogy hogy vagy, elkezd beszélni arról, hogy hogy halad a munka. Így működik a társfüggő is, hogy vagy, elkezd arról mesélni, hogy van az, aki mellett él. Tehát a társfüggőség meg a munka már ilyen szempontból könnyen leleplezhető. Ha hogy vagy kérdése valaki másról kezd el beszélni, vagy a munkájáról kezd el beszélni, baj van, meg kell állni. El kell gondolkodni, hogy a kérdés nekem szólt, én hogy vagyok, velem mi van. A professzionalista munkamániás átlagot meghaladó képességekkel, ismeretekkel rendelkezik. Profi. Ő valamit megcsinál, azt tényleg meg lesz csinálva. Tehát ő a klasszikus munkamániás. De mondok más típusokat, akik szintén munkamániások, csak sokszor nem tudják. Itt van egy kis illusztráció, ez még a professzionalista munkamániás, azt mondja a főnök az alkalmazottjának, hogy Bixby, természetesen szükséged van, hogy éld az életedet, csak ne vidd ki az irodán kívülre. Ugye miről szól ez is, hogy ahogy vagy kérdésre, arról mesélj majd, hogy hogy vagy a munkád. Legyen itt az életed, kössük össze ezt a kettőt. Na, akkor nézzük, mi lehet munkamániás típus még. Az alkalmi nagyhatós, hogy bulimiás, kire mondják azt, hogy bulimiás az étkezési zavarok közül. Mit csinál a bulimiás? Igen, de hogyan eszik túl?
falási rohamai vannak. Az alkalmi nagyhajtós így működik a munkájában is. Nem mindig dolgozik. Van, hogy nem csinál semmit. De jön egy határidő, a tologatott és nem végzett munka után beleugrik egy nagy fejest, és annyira hajt, hogy szinte szétszedi magát. És amikor elmúlt a munkaroham, akkor megint látszólag nem történik semmi. A következő határidő előtti, mit tudom én, hétig. Aztán megint jön egy ilyen intenzív túlpörgés. Nem tudom, jellemző valakire ez a típusú munkavégzés rajtam kívül. Szóval az alkalmi nagyhajtós szintén effektív, szintén hatékony, és amit elvégez, az már el lesz végezve. Csak kérdés, hogy hogyan? Lehetne felépíteni mondjuk napi szinten porciózva, vagy tologatva, aztán hirtelen nagy elánnal végezve a munkát. És ha valakinek mondjuk ez rögzült életmód szintjén, akkor szinte lehetetlen segítség nélkül ezt megváltoztatni. Magára ismer valaki ebben a típusú munkavégzésben? Teszem föl még egyszer a kérdést. De hogy egyedül vagyok, örülök neki. Ez egy egészséges csapat. Szóval, az alkalmi nagyhajtósok, amikor jön ez a munkaroham, elveszítik a realitás érzéküket, nem figyelnek oda saját szükségleteikre sem, csak pörgetik magukat. És a munka olyan lelkesítően hat rájuk, vagy olyan feszültséget okoz, hogy észre sem veszik, hogy aludni kéne, enni kéne, megállni kéne, szükségleteimre kéne fókuszálni, vagy akár a mellettem lévők szükségleteire. Nem, én most pörgök, mindenki alkalmazkodjon. Ugye, amikor elmondnak a munkarohamok, látszólag normális, ezért nehezebben ismerhető fel, hogy ő is munkamániás. Anorexiás munkamániás. Ha már volt bulimia, mi az anorexia? Amikor valaki folyamatosan megvonja magától az ételt, de ez hogy lehet munkamániás? Miért nevezik anorexiának ezt a munkamániás típust? Elmondom miért. Az anorexiás, az mennyit foglalkozik az étellel? Nagyon sokat foglalkozik vele, de nagyon keveset visz be. Az anorexiás munkamániás nagyon sokat foglalkozik a munkával, rengeteget agyal, rengeteget pörgeti magát, de mégsem hatékony a munka végzésében. Folyamatosan el van foglalva, a feje el van árasztva, a feladataiban is megy jobbra-balra, de nem hatékony. De mégis mindig a munkával foglalkozik. Magára ismer valaki? Rendszertelen munkavégzés jellemzi, elkezdett befejezetlen munkák sora, hektikus időbeosztás, halogatás. Tehát mindannak az ellentétje, amit a közhételem a munkamániásról gondol, de mégis munkamániás, mert a munkával van elfoglalva folyamatosan. Itt az zugdolgozó, egy negyedik típus. A feleségem azt gondolja, hogy szeretőmmel vagyok, a szeretőm azt, hogy a feleségemmel itt vagyok a laborban valójában. Hát ez nem nagyszerű. Tehát számára a munka micsoda? Ugye örömforrás. És akkor is dolgozom, amikor valami más kéne csinálnom, mert ez az egyetlen örömforrás az életemben. Ez is vezethet komoly munkamániához, aztán ugye később kiégéshez. Itt van az ínyenc munkamániás. Az ínyenc az, aki szintén nem hatékony, de bele tud ragadni egy munka folyamatba. Mondjuk készít egy ilyen előadást, és ötször átolvassa. Minden ide ráteszi még egyszer a pontot, valamit elvégzett, de még egyszer körbejárja. Ez nem jó, megcsinálom még egyszer, még jobban. De ezt, nem, ezt lehetne még ennél is jobban, és ugyanazzal a munkafolyamattal vagyok elfoglalva, pepecselek, mint egy ínyenc, aki csak ennyit teszik meg, de ezerrel készül arra az ennyire. Nem tudom, hogy van-e ínyenc a jelenlévők közül. Aki azért nem hatékony, mert szeretné még jobban, és újból ugyanazt megcsinálni, de nem veszi észre, hogy ha soha nem elég jó valami, akkor soha nem is lesz elvégezve. És nem hatékony, de mégis a munka tölti ki az életét. A másokért élő munkamániás, akinek mindig az kell, hogy valaki támogathasson, és nem érzi jól magát akkor, hogyha nem dolgozhat valaki másért, vagy valamilyen más projekten. Tehát látható, hogy hány és hányfajta módon lehet a munkavégzésünk beteg? És a beteg munkavégzés az előszobája lehet a kiégésnek. És mit éreznek a családtagok? Egy nagyon fontos kérdés. Ha én az életmódomban, a munkavégzésemben nem tudok egészséges kereteket találni, akkor mindig azzal fognak szenvedni ettől, akik ott élnek mellette. Ha jól érzem magam a bőrömben, annak az a látható következmény, azok is jól érzik magukat a bőrükben, akik mellettem élnek, nem?
Legalábbis ezt nevezzük egészséges működésnek. Ha jó vagy, a környezetem nincs jól, akkor az egy ellentmondás, egy ambivalens szituáció. Na, Carol Cannon szakember a következőt teszi fel kérdésként, amivel a családtagok pontosan tisztában vannak, az a saját fájdalmuk. Én nem kérdezem meg tőlük, hogy a szeretett személy alkoholista, munkamányás vagy másfajta függő, nem kérdezem, hogy milyen gyakran iszik, drogozik vagy túlórázik. Azt kérdezem, ők hogyan éreznek. Ha fájdalmaik vannak, ha magányosak, ha mérgesek, meg vannak bántva, félnek. Ha úgy érzik, nem számolnak velük, uralkodnak rajtuk, megfosztják őket valamitől, vagy hanyagolják őket, és ha ők maguk kétségbe vannak esve és depressziósak, akkor feltételezem, hogy a függőség jelen van. És ha jelen van a függőség, akkor jelen lesz az, hogy a rendszer nem fog tudni egészségesen működni. Azt mondja Barbara Killinger, hogyan állhatnék talpra? Ez az a kérdés, amelyet nagyon gyakran hallok. A válaszom dióhéjban annyi, hogy akkor halad valaki jó úton a felépülés felé, ha a szeretet hatalma erősebbé válik a kapzsiság, tagadás, elismerésre való képtelenség hatalmánál. Tehát mi az a legpreventívebb érzés a függőséggel vagy a kiégéssel szemben, ami fontos, hogy megjelenjen az életünkben? A szeretet hatalma. Én szoktam mondani a klienseinek is, hogy a függőségnek az ellentétje nem az józanodás, hanem a kapcsolódás. A kapcsolódás. Ha egészséges kapcsolataim vannak, ha egészséges szeretett kapcsolataim vannak. És itt fontos az is, hogy én hogyan vagyok önmagammal, mennyire tudom szeretni és elfogadni azt, aki vagyok. Mennyire tudok szeretni másokat, és milyen csatornáim vannak a szeretethez. Nem csak horizontális, akár vertikális. Van egy egészséges hitem. Milyen az Isten képem? Egy szerető Isten az, aki a kapcsolatomban egy fontos személy, vagy esetleg egy büntető, egy számonkérő Isten van az életemben, ami folyamatos szorongást okoz, egy nem elég jó érzést. Hol kéne lennem? És miért nem vagyok még ott, ahol már lennem kéne, vagy kellett volna? De nem, tehát a vallás is lehet egy függőség, és a hit is lehet egy egészséges erőforrás. Nyilván az utóbbira szavaznék, ami nagyon-nagyon fontos, talán a legfontosabb preventív pálya lehet. Tegyük fel, hogy valaki magára ismert. Van még egy negyed óra türelmük körülbelül rám? Ennyire van még szükségem. Tehát tegyük fel, magamra ismertem. Akár részben, akár csak nagyon picit, akár komolyabban. Mit lehet tenni? Emlékszik valaki, hogy mit mondott Lenin? Van egy híres lenini mondás. Három szóból áll. Ucsice, ucsice, ucsice. Ugye ezt nem mindenki tudja, de aki élt az átkosban, az megtanulta, ugye? Na most a kiégéssel kapcsolatban is én egy szót fogok mondani, amit érdemes háromszor megismételni. Mi lehet ez a szó? Csak egy szó, de az háromszor meg kell, hogy ismételjük. Tessék? Az három különböző szó. Én ugyanazt a szót mondanám. A volt, van, lesz, az nem biztos, hogy segít. Megelőzni. Ha már benne vagyunk, akkor nyilván nehezebb kezelni. De ha, és annak örülök, hogy úgy látom, hogy ez egy viszonylag egészséges csapat, és jó ilyenekkel is találkozni, mert ez azt jelenti, hogy mi egy jobb pályán mozgunk, és nekünk könnyebb megelőzni, ha még nem vagyunk érintve. Ha meg érintve vagyunk, akkor mindig lehet megállni egy picikét, és figyelni. Én szeretem ezt a képet. Ugye a gyufa nem mindegy, hogy mennyire van elégve. És ugye szokták mondani, hogy valaki kétvégig égeti a gyertyát. A gyufát is lehet. Tehát a stressz megelőzése mindig hatékonyabb, mint a következmények az enyhítése. Alapelv. Egy kicsit megállunk. Van egy kedvenc történetem, ami szerintem a legjobban mutatja azt, hogy a kiégett, vagy a kiégés feladó ember miért van veszélyben. Szeretem ezt a történetet, mert rendkívül szögfejére üt a csattanójában. Favágóról szól a történet. Néhány évvel ezelőtt egy fiatal ember munkát keresett, megkereste egy favágó csoport munkavezetőjét, és megkérdezte, hogy volna-e szükségük munkásra. Ha mi lennénk a vezetők, mi lenne erre a kérdésre a válaszunk? Tegyük fel, van szükség, de milyen munkásra van szükség? Aki jól végzi a dolgát, nem?
Egy mi haszna semmire kellő naplopóra nincs szükség. Azt mondta a munkavezető is, hogy attól függ, nézzük meg, hogy megy a favágás. A fiatalember odalépett egy nagy fához, nagy szakértelemmel, gyorsan, ügyesen kivágta. A munkavezető meg volt elégedve, vagy lepődve, azt mondta, hétfőn kezdhetsz is. Jól indul a történet, ugye? Mi lesz ebből a történetből? Eltett a hétfő, a kedd és a szerda. Csütörtök délután a munkavezető így szólt a fiatalemberhez. Mielőtt hazamész, felveheted a fizetésedet. A fiatalember megdöbbent ezen. Úgy tudtam, hogy pénteken fizetnek. Általában akkor szoktunk, válaszolta a munkavezető, de téged ma elbocsátunk. Álljunk meg itt egy pillanatra. Ki mit gondol, mi lehet az oka annak, hogy ez a fiatal ember útilaput kapott a lábára. Minden fát kivágott, és nem maradt több munka. Nagy a nyeresség, de aztán csődbe viszi a céget, mert túl jól dolgozik. Igen, ez is egy lehetőség. Belassult. Lehet, hogy csak a próba munkára volt profi, aztán azt mondta, hogy fel vagyok véve, hátra dőlök, és enyém a zsíros fizetés. Ez is lehet egy megoldás, de nem ez. Más gondolat? Rossz fát vágott. Vágta a fát, de csak ment előre, és kivágta a védett fákat, és megbüntették a céget. Ez is lehet. Elfogyott a munka. Tessék? Nem csapatban dolgozott. Vagy a magyar realitás, ezt is hallottam már többször mondani, hogy hát túl jól dolgozott, és a többiek irigyek lettek rá. És az volt a baj, hogy a munkamorál csökkent, hogy nem kell nekünk ezt a hanov, nekünk is majd fölemelik a munkamennyiséget, hát nehogy már, hát langsam spaziren. Yeah. Egyik sem. Tehát mi a gond a fiatal emberre? Mi lehet? Na megnézzük, jó? Nagyon lecsökkent a teljesítményed. A nyilvántartásból kiderül, mondta a főnök, hogy hétfőtől szerdáig az első helyről az utolsóra estél vissza. De én keményen dolgoztam, mondja a fiatalember. Elsőnek érkeztem, utolsónak mentem el. Még a kávé szünetekben is dolgoztam. Ugyanazzal az intenzitással, ugyanazzal az erőkifejtéssel. Miért van az, hogy mégsem jó? Miért küldenek el? Én többet dolgoztam, mint mások. Jobban oda szántam magam. Mi lehet az oka annak, hogy nem vagyok olyan hatékony, mint korábban? Nem engedélyezte meg a voltát. Pontosan. A munkavezető látva a fiú őszinteségét, rövid gondolkodás után azt kérdezte. Éleszted-e a fejszédet? Azt a mindenki. Érthető a probléma? Vonatkoztassunk el a favágótól. Nem érezte, akkor saját. Tehát ő úgy érezte, hogy sokkal dolgozik, csak ugye keményen... Nem csak érezte. Nem csak érezte, ugyanúgy keményen dolgozott, csak mire nem figyelt oda? A munkaeszközére. És mi az én munkaeszközöm, vagy ki az én munkaeszközöm? Hát amivel dolgozom. Vagy én magam, nem? Én. És ha nekem nincs idő magamra? Nem pihent. Igen, vagy nem figyelek oda a szükségleteimre, vagy az eszközöm szükségleteire. Lehet, hogy a legjobb autóm van, ami elvisz A pontból B pontba, de nem csinálok olajat benne, vagy a fékbetétet. Ha nem figyelek az XC állapotára, akkor előbb-utóbb az autó tönkre mehet. És felteszem azt a kérdést, hogy kinek hol lehet most kicsit megállva odafigyelni a saját állapotára. Hogy tudom én élezni a lelki értelemben jelenlévő fejszémet, az életemet, a kapcsolataimat? Kell egy picit lassítani, megállni, mert ahhoz, hogy észrevehessem, hogy a fejszémmel baj van, ahhoz meg kell állni, nem? Ha csak csapkodok folyamatosan, lehet, hogy észre sem veszem, hogy valami baj van. Olyan keményen dolgoztam, hogy nem volt rá időm, mondja a fiatalember. De ez baj. Ez nem erény. Ez sajnos egy súlyos mulasztás. Ezért a következmény az, hogy viszontlátásra. Nem.
Nem, valami, hát de empatikus volt, mert elvezette. Menj haza, barátom, érezd a fejszédet. Lehet, hogy visszavették a következő héten. Ki tudja. Ez a történet nem erről szól, hanem szembesíteni próbál bennünket azzal, hogy mi lehet a probléma. Szóval, ha nem érezem a fejszémet, annak milyen következményei lesznek? Sikertelenség, kudarcérzés megjelent. Intenzív munkavégzés egyre kevesebb és kevesebb eredménnyel. Kimerülés, önértékelési szint csökkenése, környezettel való konfrontáció, elmagányosodás. Nem jó következmények. Ha valaki érez hasonlót, akkor meg kell állni. Van a másik történetem, ez a félig üres, félig tele történet. Megvan valakinek? Ugye, nem mindaz, hogy a pohár félig üres, vagy félig tele. Igen. És ugye van erről is egy történetem. Ha csak ezt a két történet elviszi, valaki már nem jöttem hiába. Még ha gyorsan is kellett jönnem. Szóval a pszichológus ugye beszél a hallgatóságnak, mutatja a poharat, és felteszi a kérdést, hogy mi újság a stresszel. És ugye várják, hogy már mondja ezt a félig üres, félig tele hasonlatot. De ő nem ezt mondja. Milyen nehéz ez a pohár víz, kérdezi. Félig van csak töltve, tegyük föl műanyag pohár. Milyen nehéz? Nehéz? Pontosan. Ugye előbb jön a jó megoldás. Így van. A víz abszolút súlya nem számít, mondja. Hogy milyen nehéz, attól függ, hogy meddig tartom. Ha csak egy percig, nem probléma. Ha egy óráig, fájni fog a karom. Ha egy napig, elsibbad és érzéketlenné válik. Nem a víz súlya változik, hanem az, hogy meddig kell tartanom azt a pohár vizet. Érthető a metafora? Nem a problémával van a gond, az életem vagy a kihívással, hanem hogy milyen szinten és meddig van jelen az életemben, és milyen erőforrásaim vannak, hogy azt a problémát tudjam kezelni. A stressz és az aggodalom az életben olyanok, mint ez a pohár víz. Ha megélem, nem semmi nem változik. Kicsit tovább gondolok rájuk, fájdalmat okozhatnak. Ha egész nap rájuk gondolok, akkor nem fogok tudni, mit kezdeni velük. Tönkre tehetnek. Le kell tenni a vizet. És persze jön a kérdés, hogy de hogyan tegyem le, Gábor? Nem ebbinet letenni. Hát könnyen mondod. Elméletben persze én is tudom. De hogyan engedjek el valamit, vagy valakit? Ez nem ennyi. És tényleg nem ennyi. Elméletben mindig olyan könnyen lehet okosokat mondani. De ugye a puding próbálja az evés, mondtam azt, hogy hogyan lehet meglátni azt, hogy valakinek mennyire egészséges az élete? Kérdezzük meg a mellette élőket. Mit mondana a kislányom, a két fiam, a feleségem, a szüleim, a testvérem? Egészséges a Gábor? Jól működik? Jó mellette lenni? A kislány szerint jó, aranyozott. 7 éves, most még apás. Mit fog mondani 5 év múlva? Na és akkor még van egy olyan 5-6 percem. Ugye a stresszhoz szeretném még röviden beszélni. A negatív értelmezésben egy tartós idegesség, idegfeszültség, szorongás, lelkinyomás. Pozitív értelemben viszont ösztönző erő, ami sarkal, ami erősít, ami az akadályokkal szemben energetizál, motivál, előre visz. A stressz nem kell és nem is lehet elkerülni. Tehát nem azt mondtam, hogy minden poharat dobjunk el. De fontos, hogy ismerjük a hatásmódját, és tudjunk ehhez alkalmazkodva élni. Az élet sava borsa, amit már idéztem Sejjel Jánostól. És vannak pozitív stresszforrások, EU stressznek nevezik, de sok példát lehetne mondani. A szerelmes várakozik a párjára, új kalandok érnek a természetben, valakinek születésnapja van, és meg akarom ajándékozni, és keresem a lehető legjobb, ajándékforrást. Egy vacsorára készülök a szeretteimmel, nyaralni megyünk. Olyan sok pozitív stressz van az életben, nem? De jelen van a stressz még az állatvilágban is. És amikor stresszben vagyunk, akkor a szervezetünk ugye áthangolódik, erről már volt szó. És nézzük meg, hogy a pozitív értelemben, amikor egy stressz helyzet van, akkor nő a koncentráció képességünk, nagyobb lesz a fájdalomtűrő képességünk, jobb teljesítményt tudunk nyújtani, mint normál szituációban. Tehát én értelemben a stressz az igenis egy nagyon fontos és pozitív része az életünknek. De a stressz kontrollálatlan, akkor ott jelenik meg a probléma. A kontrollált stressz viszont nagyon fontos. Tehát van kontrollom, vagy nincs kontrollom. És ugye itt van az, hogy
A krónikus stressz szindróma az, amikor már nincsen kontroll. Na, stratégiák. 4 percen van. Mi segíthetsz abban, hogy a stresszel meg tudjak küzdeni? Tegyük, hogy segítő szakmában dolgozom. Én mondjuk lelkész vagyok. Fontos önök szerint, hogy a lelkész társaim elkötelezettek legyenek. Tegyük föl, körülöttem az összes lelkész kiégett, savanyú cukor, nem tudnak a munkájukért és másokért lelkesedni, azt látom, hogy valahogy elvannak, de hogy nincsen elkötelezettség, nincsen egy olyan munkakörnyezet, ahol azt mondanám, hogy jó ebben a lelkész karba tartozni. Vagy a pedagógusi pályán. Láthatunk elkötelezett pedagógusokat? Az baj, nem? Könnyebb kiégni. Keressek elkötelezett embereket magam körül. Nagyon sokban tud segíteni, hogy ne a kiégés felé haladjak. Szakmai fejlődés. Ha ugyanazt csinálom, 1 évig, 2 évig, 5 évig, 10 évig, abba is ki lehet égni. Hogyan lehet valamit jobban csinálni? El tudok olvasni egy szakkönyvet, elmetek egy tanfolyamra. Elesetem a technikát másoktól. Tanulni, 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 visszatérve Lenéhez. Fontos. Megtalálni a talentumaimat. Új területeket. Olyan sokfélék, olyan szépek vagyunk, mint emberek. És annyira jó, hogy mindenkinek van valami különleges képessége. Mi szúnyad belül, amit még esetleg nem tudtam kibontani magamban. És soha nem késő. Egy 70-80 éves ember is tud új pályákra leelni. Alkotó tevékenységek, amik építenek. Testmozgás, zenélés, hobbik. Vagy olyanok elhagyása, amik csak szívják az energiát. Kapcsoljam ki a tévét. Dobjam el a szenvedélyszeremet. Szabaduljak fel. Legyen magánidőm, szabadidőm. Legyen egy prioritás listán, mik a fontos dolgok. És valami kevésbé fontos, merjem elengedni a fontosabb javára. Átkeretezés. Nem tudom, tudja valaki, hogy Edison mit mondott akkor, amikor ezredszerre feltalálta a villanykörtének a jó megvalósítási képességét. Azt mondta, hogy feltaláltam 1000 módszert, amivel nem lehet villanykörtét készíteni. Tehát csinálta az 1000 kudarcából 1000 pozitív megküzdést. Ez nem kudarc, hanem így nem fog működni. Tehát akkor ebbe a zsákutcába nem megyek be többet. Ez így felszabadító lehet, nem? Ugyanarról beszélek, de nem a kudarcokkal van a probléma az életünkben, hanem hogyha a kudarcból nem akarunk tanulni. És át tudom keretezni, hogy igen, ez egy rossz módszer. De mégis olyan szempontból jó, hogy ezt megismertem, hogy már nem kell ezen a pályán tovább haladnom. Na, utolsó kérdésem. Mi az, ami azonnal oldja a stresszt? A stresszt azonnal oldó legjobb módszer. Egyik lehetőség a kibeszélés. Nem ez a jó válasz. Persze velem lehet vitatkozni, mert ezt most én hozom, mint... Na, ki hogyan szokta oldani a stresszt? A mozgás. Jó, de nem ez a legjobb válasz. Tessék? A halál az azonnal oldja a stresszt. Igen, ez igaz. De most olyan módszert keresek, ami a továbbélést is segíti. Tehát igaz, köszönöm szépen, ezt még soha senki nem mondta. Tehát valóban, a halál oldja a stresszt, de a cél az, hogy éljünk is. A hála az nem jó, vagy nem rossz, de még ennél is van egy kicsikét jobb. Mi előzi meg a hálát? Mondok egy példát a gyerekkoromból, jó? És mindenki bólogatni fog, hogy ja, tényleg, hát én is erre gondoltam, csak nem mondtam. Szokott-e egy kisgyermek félni gyermekként? Stresszt megélni? Emlékszem, amikor elköltöztünk az egyik panellakásból a másikba gyermekkoromban, egy 50 négyzetméteresből egy 70-esbe, ott lett egy saját szobám a 70 négyzetméteresbe. Addig a húgommal laktam együtt, és elkerültem a lakás legtávolabbi csücskébe. Estéként, amikor felébredtem a sötétben, nagyon féltem. Volt egy buta film, amit láttam, valahogy kukucskálva a szüleim tévékészülékén, és nagyon belém égett egy impulzus. Évekig féltem attól az impulzustól. És amikor felébredtem éjjel, tágra nyílt szemekkel, pupillával bámultam fölfelé, és nagyon-nagyon féltem. Hosszú ideig. Hogyan lehet ezt a stresszt oldani?
átrohantam az előszobán, ugye sprintereket megszennyítő sebességgel, beskuriztam a hálószobába, a franciádon ott aludtak a szüleim, oda kucorodtam édesapámhoz, soha nem küldött el. Nagy lapát kezével átkarolt, így kiflibe összekucorodtunk, és egy percen belül aludtam. Békésen, nyugodtan. Mi oldja a leggyorsabban a stresszt? A szeretet, az elrejtettség érzés. Tehát milyen forrásunk van a szeretethez? Ez a legfontosabb kérdésem ma este. Hogyan találkozom a szeretettel a hétköznapjaimban, és a stresszes vagyok, frusztrált vagyok, fáradt vagyok, feszült vagyok, nehezen tudok lazítani, tele vagyok szorongással, elfolytásokkal. Hogyan találkozhatom a szeretettel? Ez az utolsó és legfontosabb kérdésem. És nyilván, mint hívő ember, teszem fel azt a kérdést, hol van a szeretetem forrása? Szükségem van meghitt emberi kapcsolatokra. Valódi intimitásra. Szükségem van egy olyan helyzetre, körülményrendszer, ahol meg tudom mutatni magamat. Ahol nem kell titkokat ápolgatni. Ahol lehetek őszinte önmagam. Az elesettségemmel, a nehézségeimmel együtt. Hány olyan kapcsolatom van, ahol átlátszó vagyok? Ahol felmerem vállalni azt is, hogy nem vagyok százas. Na és? Ettől vagyok ember. És ha be tudom ismerni a gyengeségemet, akkor tudok változni. És ha tagadom és titokban tartom a környezetem számára, és hogyan tudnak nekem segíteni? Sehogy, mert azt inkább ne tudják meg. Hát ez baj. Ezt milyen gyakran látom a hívő közösségekben is. Az emberek nem megmutatják magukat, hanem elrejtik a gyengeségeiket. Nehogy a másik megtudja, és akkor mi lesz? Mit fognak gondolni róla? Szóval feladni az elkapcsolódásokat, és megélni a valóságot. De az intimitás mindig kockázattal jár, mert sérülékenyebbé válok, nem? De csak így érdemes élni. És persze benne van a csalódás lehetősége, ha így élek, lehet, hogy mások visszajönnek a bizalmammal. Az kinek a problémája, az ő vagy az enyém? Mindkettő. Tudom magad függetlenül attól, hogy mások mit gondolnak rólam. Ha meg tudom élni azt, hogy az intimitás az több bevétellel jár, mint amennyi kiadással, több valódi kapcsolatom lesz, több örömem, több szeretetem, akkor könnyebben fogok kockáztatni. De ezt nem tanultam, ha több sérülésért, ha visszaértek a bizalmammal, akkor nehezebben tudok újból nyitni. De mégis arra kérek mindenkit, hogy merjünk kockáztatni. Egy kapcsolat valóban tönkre mehet. Az általunk fontos személy elmehet, és jön a társfüggőségnek egy tipikus ugye, megnyilvánulása, hogy hogyan tudnék élni nélküled, mondta Demjén Ferenc, vagy te vagy a minden, de félek semmi leszel, mondta Cserháti Zsuzsa. Ugye lehetnek ezek is olyan fajta kapcsolatok, amikor már a másik emberből akarok valamit összeszedni. Ezért mondom azt, hogy egy másik emberben könnyebb csalódni, de a szeretett forrásom egy egészséges Isten felé tud nyitni. És itt jön az, hogy egy vertikális kapcsolódás rendkívül fontos szerintem. Akkor az már nem társfüggőség lesz. Tehát hol van a szeretetem forrása? És a hit szerep, a hit jelentősége az utolsó utáni gondolatom ezen a mai estén. Persze lehet a hit is stresszforrás. Lehet a vallás is függőség. De itt jön egy fontos gondolat. Ha a hitem nem eredményez több szeretetet, több örömet, több megelégedettségérzést, több békességet, akkor az nem egészséges hit. Ha egészséges a hitem, akkor növekedni fog a szeretetem, az örömem, a hálám, a megelégedettségem és a békességem. És két bibliai igeverssel zárnám ezt a mai estét, és köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Az egyik az egyik kedvenc ószövetségi igeversem, ami az Isten szeretetét az anya szeretetéhez köti. Azt mondja, elfeledkezhet-e az anya gyermekéről, hogy ne könyörüljön méhe fián. És ha egy szülő elfeledkezne is, Isten azt mondja, hogy én te rólad el nem feledkezem. Az én markaimba metszettelek fel téged, kőfalaim előttem vannak szüntelen. Mint az én édesapám, aki átkarol, és oltalmaz, de annyival több, hogy ő azt mondja, markaimba metszettelek fel, mindig itt vagy előttem. Ez a szeretet mindig elérhető számodra, olyan, mint a saját kezed. Így vagyok ott. Csak nézd rá, és gondolj bele, hogy Isten is így szeret. Ha már a munkavégzésről volt szó. Van egy nagyon szép Zsoltár, a 127. Salamon írta,
nem sokat olvasunk tőle a zsoltárok világából, de ez egy nagyon jó zsoltár. Ha az Úr nem építi a házat, hiába dolgoznak azon annak építői. Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába vigyáz az őriző. Hiába nektek korán kelnetek, későn feküdnetek, fáradtsággal szerzett kenyeret ennetek. Szerelmesének álmában ad eleget. Pörgethetem magam ezerrel, kelnetek korán, feküdhetek későn. Csapkodhatom a fát ugyanaz az energiával. De nem érzem magam szeretve, akkor semmit nem ér. Szerelmesének álmában ad eleget. Lehet, hogy kevesebb munka is, sokkal több áldással lesz kiteljesedve az életemben akkor, ha van a szeretetemnek egy valódi forrása Istenben. És a legutolsó ige. Lehet, hogy úgy érzem, hogy egy picit kiégtem, elfáradtam. Akkor nekem is szólt az, amit Jézus úgy fogalmazott meg, hogy gyertek hozzád mindannyian, akik megfáradtatok, megterheltettetek. Ki vagytok égve, stresszesek vagytok, frusztráltak vagytok, megfáradtak vagytok, és én megnyugtatlak titeket. De nem azt mondja, hogy akkor most feküdjetek el, és akkor innentől kezdve az életed végéig aludjál valahol. Azt mondja, vegyed fel az igámat, az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szerint és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelketeknek. Tehát igát kell viselnünk az életben, van valamiféle feladat, valamiféle irány. De azt mondja, ez egy olyan iga lehet, ami közben mégis nyugalmat és békességet érzek. Az én inkább gyönyörűséges, az én terhem könnyű. Szóval hiszem azt, hogy Isten arra vágyik, hogy nekünk legyenek feladataink, legyenek céljaink, viseljünk akár fáradtságot, tudjunk izzadni, tudjunk jól elfáradni, tudjunk megállni is, tudjunk fejszét élezni, tudjunk kapcsolódni és tudjunk szeretni. Hát ennyi fért bele a mai estébe, és köszönöm, hogy ezt a másfél órát így várakozás együtt is tudták velem tartani.